Köszöntöm nézőinket! Önök a Szeged Televízió Szabadszáj című műsorát látják. Műsorunk mottója a hír szent, a vélemény szabad. A most következő fél órában is hárman, három témáról 30 percben, lehet, hogy háromféleképpen beszélnek majd vendégeink. Farkas Beáta egyetemi tanár. Jó estét kívánok! Farkas Andrea megyei szakszervezeti vezető. Jó estét kívánok! És Györgyei János kutatóbiológus. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket, és akkor lássuk mai első témánkat. Egy jelöltből egyként újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Mellette, mint a helyszínen készített szelfik is mutatják, alelnökként Németh Szilárd, Kósa Lajos, Novák Katalin és Kubatov Gábor vezetik a pártot. Ők azok, akiknek Magyarország az első. Az újra bizalmat kapó miniszterelnök beszédében azt ígérte, hogy csak most jön a java. Az igazán nagy dolgok ezután következnek. Még érzelmes mondatokra is futotta tőle. Ne higgyétek el, hogy nem marad viszonzatlan, egyikőtök szeretetesen viszonzatlan a szívemben. Mindeközben egy Magyarország vezette Közép-Európát vízionált, de Szegednek is volt egy jó szava. Igaz, nem hidat ígért, hanem menekülteket. Szerinte ugyanis, ha az itt élők nem jól döntenek az önkormányzati választásokon, Szeged migránsváros lesz. Mert az Unió majd a magyar állam feje fölött a nagyvárosokkal állapodik meg a betelepítési kvótáról. Egy héttel korábban Pintér Sándor belügyminiszter egy szegedi lakossági fórumon azonban éppen ennek az ellenkezőjét mondta. A menekültekkel kapcsolatos rendelkezések a kormány hatáskörébe tartoznak, ilyesmiben az önkormányzat nem dönthet. Ki nem mond igazat, és egyáltalán két választás után a harmadiknál mennyire ütős még a migráns kártya? Mennyire volt meglepetés, hogy Orbán Viktort újra választották? Én már akkor szeretnék meglepődni, hogy van egy kihívója, aztán nagyon szeretném. Akkor van esély, hogy újra. Hát egy demokráciában miért ne lehetnének ötletek a Fideszen belül is, akik szeretnének kiemelkedni? Ha én elég naív vagyok, akkor ezt most így megkérdezném. Megszámláltatlan magyar zászló volt a háttér, de nem láttam egyetlen uniós lobogót sem. Ez már olyan bevált díszlet, úgy tűnik. Ennek mekkora jelentősége van, vagy van egyáltalán valami üzenete? Demonstratív üzenete van. Igazából a következő az lesz, amikor ütemes taps és egyebek lesznek, ahogy a észak-koreai diktátoroknál szokás és hasonlók, vagy a türkménbasi ünnepeltetése folyik. Én következő színnek már ezt várom. Ez nagyon kemény, de hát nézzük meg, hogy miről szólt ez az üzenete Orbán Viktornak, amit Szegednek küldött. Ez egy nyilvánvaló burkolt fenyegetőzés volt. Valahogy úgy szólt, hogy nem értjük, miért akarnak kimaradni a fejlődésből. Ez gyakorlatilag magyarra fordítva azt jelentette, hogy ameddig Szeged ellenzéki város marad, addig ki fog maradni a fejlődésből. Ez csak egy látszólagos kérdés volt, és látszólagos értetlenkedés, hanem fenyegetés tőle, de igazából valószínűleg nem is Szegednek szólt, hanem a saját szavazóbázisának, a saját embereinek, hogy megmutassa nekik, hogy ő igenis tud keménykedni Szegeddel, azzal a várossal, amelyik még mindig ellenáll neki. Miért ennyire fontos Szeged? Létezhet, hogy mondjuk a jövő vasárnapi eredménytől függően mi háttérbe kerülünk, akármilyen fejlesztési projektekkel, bármilyen egyéb pénzekkel kapcsolatosan? Mit mond a közgazdász? Szerintem ez egy kétélű dolog, mert ugyanakkor meg ennél kényelmesebben nem lehet azt demonstrálni, hogy itt mégiscsak demokrácia van. Ha lám egy polgármestert ennyiszer nem lehet leváltani, akkor mi itt a probléma Magyarországon? Én azt gondolom, hogy vannak olyan barátaim, akik, vagy ismerőseim, akik hát fideszes körökben jobban mozognak, és inkább, mint hogyha ezt bekalkulálnák egy ilyen akkor költségnek. Ez egy ilyen ellenpélda. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez itt túl van dimenzionálva, ez az egész kérdés. Hát ez az egész választásnak ebbe a fölfokozott állapotába ez így elhangzik, de én azt gondolom, hogy ez ennek a jelentősége túl van értékelve. Hát azért Szegedről nem lehet elmondani azt, hogy az elmúlt időszakban annyira ne fejlődött volna. De én nem aggódom, akármi történik. Egyetértenek ezzel a meglátással? Szeged egy szabad város.
Én azt gondolom, hogy Szegeden lakókat nem lehet megtéveszteni egy hát ilyen... Most a kampányban elég sokat elhangzik, hogy Szabad. Igen. Azt gondolom, hogy aki riogat, vagy félelemmel akar irányítani, az nem a demokrácia játékeszközeit használja. És nem szép dolog semmilyen vezetőtől, pláne miniszterelnöktől sem, hogyha egyébként egy kampány időszakban elfelejti, hogy ő igazgatja végsőképpen, tehát kormányzati munkáltatóként is jelen van, ő igazgatja azt a hivatalt, aki ma Magyarországon eldöntheti, hogy valaki itt maradhat-e, vagy nem. Tehát a menekültügyi hivatal, ugye ezt belügyminiszter úrnak kell most elhinni, nem lehet helyben önkormányzati szinten eldönteni, hogy itt maradjon-e valaki, ezt mindig csak állami szerv hivatal fogja tudni eldönteni, és nagyon komoly feltételei vannak egyébként a harmadik országból érkező, Magyarországra érkezőknek az itt tartózkodásához. Mint hogyha ez a téma ugye elhalkult volna egy időre, aztán most 2-3 héttel az önkormányzati választás előtt. Ez mindig újra így szokott lenni sajnos. Tehát mindig a választások előtt hangosítják ki ezt a témát. Én azt gondolom, hogy természetesen szándékkal, de komoly megtévesztések nem nagyon kellenének itt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ezt sokaknak tényként kellene közölni, hogyha egy központi állami hivatal dönt erről, akkor ez egy állami döntés lesz, hogy itt maradhat valaki, vagy nem. Persze, de hát ez egy kormányzati politika, hogy az állampolgárokat, a választópolgárokat nem tényekről kell tájékoztatni. A választópolgároknak azt a látszatvalóságot kell elfogadnia, azt a látszatvalóságot kell a fejükbe tukmálni, amit a miniszterelnök a hatalma megtartása érdekében a legjobbnak gondol. Vagy az ő kampánycsapata a legjobbnak gondol. A valóság, a tények nem számítanak. Nekem a tények számítanak, nekem és azt látom. Nekem is, és éppen ezért zavar, hogy a kormányzati kommunikációban a tények mennyire nem számítanak. Hát lassan már ott tartunk, hogy hirdetéseket adnak föl, hogy migránsokat keresünk a határra. Hát ez jól hangzik. De volt a beszédben szó hídról, hidakról, de nem Tisza hídról, hanem csak is Duna hidakról. Hogy ez jelent valamit, vagy ez is csak túl van dimenzionálva? Hát ez már olyan kremlinológiai történet, tehát hogy minden szónak olyan rettenetes jelentőséget tulajdonítunk. Sajnos ez az egész kor, amiben élünk, nem csak Magyarországon, nem a ráció kora, tehát az abban mi mindannyian valahogy ilyen értelmiségi szakmát tűzünk, úgyhogy ez nekünk rendkívül fontos, de és furcsa, de ez a szituáció, de hát ez egy világtrendbe illeszkedik be sajnos, amiben mi az éllovasok közé tartozunk, tehát hogy nem is számít restelni valónak, hogy az emberben ilyesmi, mint racionális mérlegelés, a másik iránti empátia, önkorlátozás, tehát hogy a társadalmi és politikai diskurzusban ilyen, példát erre, hogy ilyen értékeknek kellene lenni. Hát tessék elkezdeni nézni a CNN-nek a Sky News-t, semmivel nem kevésbé borzasztó világ van, amit mondjuk az USA-ról le lehet szűrni, vagy amit Angliából. Tehát ez még a kontinentális Európa, ott is vannak ilyen barátságtalan trendek, de az még valahogy tartja magát, de az ezeket követni egész riasztó. Tehát ezek a forgatókönyvek, tehát ezek a politikai manipulációnak, a médiának a sajátos használata, hát ennek azért a forgatókönyvét nem Magyarországon találták ki, hanem amerikai szabadalmak, hogy úgy mondjam, kerültek itt nagyon professzionális továbbfejlesztésre. Tehát ez az egész nyugati civilizáció szempontjából egyébként nagyon aggasztó. Ebben nagyon sok mindenben egyetértünk. Igazából ennek az alapja az, amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy már természetesen nem munka alapú társadalom van, nem is tudás alapú társadalom, hanem figyelem alapú társadalom van manapság a fejlett világban. Ami azt jelenti, hogy igazából nem az az érdekes, hogy az emberek mit tudnak, mivel foglalkoznak, mit csinálnak, mennyit termelnek, az az érdekes, hogy mennyire tudjuk megfogni az emberek figyelmét. És erről szól a médiának is. Ez a,
ez a stílus váltása, hogy egyre hatásvadászabb, egyre jobban pufogtató eszközöket próbálnak bevetni ahhoz, hogy az emberek figyelmét, az egyre rövidebb figyelmét egyre jobban meg tudják ragadni. Andrával és... egyszerre kezdtek mondani valamit, igen. És akkor még ezzel befejezzük ezt a témát. Nekem a hídról továbbra is az jut eszembe, hogy miniszterelnök úr megígérte Szegednek a hidat, úgyhogy igazából várjuk a költségvetésből. Nem egyszer, többször is. Hát akkor elég egyszer emlékeztetni, bízunk benne, hogy az ő szavát azért illik megtartani, úgyhogy a központi költségvetésből nyugodtan lehet folyósítani, de a harmadik hídra való összeget. Nem véletlenül hallgatott róla. Na hát akkor ezt kíváncsian várjuk, megoldani nem fogjuk. Következzen a mai második téma. Sztrájkok, tüntetések, tömeges felmondások kilátásban. Elhalt ígéretek helyett üres ígéreteket kaptak az orvosok, így summázta az egyik résztvevő a Magyar Orvosi Kamara és a Döntéshozók szeptemberi nyilvános fórumának eredményét. A doktorok úgy érzik, 9 éve hitegetik őket, ám valódi bérrendezés nem volt, munkakörülményeik egyre romlanak és nagy a munkaerőhiány is. Igazítsák a garantált minimálbérhez a pályakezdők bérét, legyen kiszámítható a munkaidő és csökkentsék a tanárok és a diákok terheit. Ezek már a pedagógusok szakszervezetének fő követelései, amelyekről Szegeden beszélt a PS alelnöke. Ha a magyar közoktatás napjáig nem történik semmilyen előrelépés, akkor előbb tüntetnek, januárban pedig sztrájkolni fognak. Nem várnak januárig a szociális szféra dolgozói. Ők már október 10-én sztrájkba lépnek. 12 pontos követelésükből ugyanis nem lett semmi. Itt is a megalázó bérek, a méltatlan munkakörülmények, a kiégés veszélye elleni védekezés hiánya okozza a legnagyobb feszültséget. Bár az illetékes tárcával megkezdődtek a tárgyalások, de a jövő évi költségvetésben nem szerepel a beígért emelés. Cserben hagyta vagy elfelejtette ezeket a munkavállalókat a kormány? Vagy csak úgy érzi, amíg ez nem jelent szavazatvesztést, elég, ha minden csak megígér. Kezdjük akkor a végén elhangzott kérdése, hogy akkor cserben hagyta ezeket a munkavállalókat, elfelejtette a kormányzat? Mi történik? Az a baj, hogy azzal, hogy a sok-sok tárgyalás nem vezetett eredményre, március 14-e előtt tette egy nagyon komoly ígéretet államtitkári szinten a kormányzat, hogy meg lesz a bérfejlesztés és a követelések jelentős része ágazati kollektív szerződésben, annak keretein belül is majd kezelhető lesz. Gyakorlatilag fél évvel telt enélkül, holott volt áprilisi és júniusi határidő. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy a hitegetésnek már most nagyon-nagyon laza kereteit látjuk, és hogy kit hagy cserben, ez nagyon érdekes. Itt nem csak a szociális szférában dolgozókat hagyja akkor cserben, szociális szférában a kollégák az idős gondozást végzik, a hajléktalan gondozást, a gyermekek családvédelmi ellátását, drogrehabilitációt, és akiket most így említettem, ők segítség nélkül nem tudnak boldogulni a lakosok ezen részei, tehát a lakosság egy részét hagyja cserben, ugyanis óriási a munkaerőhiány, hisz ők a minimálbért is alig-alig keresik meg. Azt muszáj, de borzasztóan alacsony a szociális területen dolgozóknak a fizetése. De nem csak az övéké. Az a helyzet, az MKK ezt nagyon több területen, 9 ágazatban képvisel. Azt gondolom, hogy több olyan terület van, nyilván a pedagógusoké is, látjuk az egészségügyet is, de ugyanez elmondható. Az önkormányzati igazgatásban 11 éve központilag nem biztosít a bérekhez pénzt. Egyébként a saját hivatalán belül kormányhivatalokban is a munkakörülmények nem biztos, hogy olyanok, amik lennie kell. Csak felmerült bennem az a kérdés, hogy láttuk az egészségügyi dolgozókat, ahol felmutatták a piros lapot, sztrájkra készülnek a szociális szférában, önök is megmozdulást terveznek, még mindig nem működnek látszólag együtt, tehát nem egyszerre, nem sokan, talán olyan meggyőző erővel, hogy nincs önökben annyi erő, hogy ezt el tudják érni? Márciusban egyszerre hirdettük meg a 3 sztrájkot az önkormányzati területen, a kormányhivatali területen és a szociális területen. Megegyezésre való hajlandóságban hittünk, ezért maradt ott el. Értem a kérdést, való igaz. Az október 10-i sztrájkot ezt már meghirdettük. Nyilván itt az is szükséges lenne,
hogy egyszerre jussunk oda, hogy valamilyen harmonizáció megtörténjen a szakszerveteken belül, valószínű, de ez semmiben nem kisebbíti a kormány feladatát, hogy nem emlékeztetni kellene, és nem sztrájkkal kellene felhívni erre a figyelmet, ennek működnie kellene tárgyalások útján is, és tényleg a végső eszköz a kollégáknak a sztrájk. Mit mondanak a külföldi példák, hogy miből értek a kormány, ha ezekből az apróbb jelzésekből nem? Hát apróbb jelzésekből nem szoktak érteni, tehát itt azért azt látni kell, hogy az a törekvés, hogy fölkészüljenek egy válságra, ez erős és önmagában helyes, tehát hogyha nem költségvetési túlköltekezéssel akarnak problémát kezelni, ami várható, tehát nagy tartalékkal dolgozik a költségvetésben a kormány. Viszont a prioritásokat csak erővel lehetne átalakítani, mert azok, hogyha megnézzük nemzetközi vagy európai összehasonlításban, akkor a magyar kormány aránylagosan sokkal többet költ a gazdaságon belüli pénzújraelosztásra, mint a humánszférára. Tehát a humánszféra láthatóan nem tartozik a prioritás közé, azért hoztam el ezt a papírlapot, hogy éppen most jelent meg az Európai Bizottságnak az európai oktatásról egy átfogó összehasonlítása, és négy olyan ország van, ahol a tanároknak egyetlen szinten se, tehát a közoktatást is, vagy a gimnáziumokat, középfokoktatást is beleértve, nem éri el az egyetemi végzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők 80%-ának a bérét. És ez Csehország, Szlovákia, Olaszország és Magyarország, tehát hátulról a negyedikek vagyunk, ami nyilván ugye a saját gazdasági erőnkhöz viszonyít, tehát meg a saját piaci körülményeinkhöz, tehát ez világosan mutatja, és hát ennek azért megvan a következménye a közérzetben is, mert a tanárok közül, akik egyetértettek azzal, hogy az ő munkájukat a társadalomban magasra értékelik, ezzel nagyon tehát úgy alapvetően egyetértettek, ez a magyar tanároknak alig több mint 10%-a. Mondjuk persze lehet azt mondani, hogy a francia meg svéd tanárok még boldogtalanabbak, de az minden esetre az összes a finneken, meg a ciprusiakon, románokon kívül mindenki boldogtalan az európai tanárok között, de azért ez nyilván, hogy mennyire vonzó az a pálya, és hogy tehetséges embereket mennyire tud megtartani, azt azért nagyon jól jelzi. Hát hisz mondjuk, hogy a társadalomnak az orvosok a krémje, aztán a szociális szféra tanárok inkább a középosztály, vagy annak az aljához tartoznak, hogy mi az oka, hogy rendre nem sikerül nekik az érdekeiket érvényesíteni? Mert ez a kormány csak az erőből ért. Ha megint oda kanyarodunk vissza. Addig, amíg százezrek nem fognak kimenni az utcára tüntetni, addig, amíg a szakszervezetek nem fognak össze, addig, amíg a különböző szakmai kamarák irányítása, akár az orvos kamarái is, olyan emberek kezébe van, akik lojálisak a miniszterelnökkel meg a kormányával, addig nem nagyon lesz itt semmi. Vagy legalábbis megoszt. Meg lehet osztani az embereket, ki lehet őket egymással szemben játszani, és az oszd meg és uralkodj elvét sajnos ez a kormány és ez a miniszterelnök nagyon jól tudja alkalmazni. Tehát itt nyilván csak az segítene, hogyha a különböző társadalmi csoportok egyszer végre komolyan vennék azt, hogy a sarkukra állnak, összefognak, és akkor olyan nyomás alá helyezik ezt a kormányt, ami időnként spontán kialakult, mint mondjuk az internetadós tüntetéseknél, amikor visszakozott a kormány. Ott egy jelentős tömeg mozdult meg, de amiben visszakozni kellett, az csak egy apróság volt. Úgyhogy ott megtette. Akkor, amikor ilyen kérdésekről van szó, amikor ilyesmikről van szó, akkor bizony tényleg százezereknek kéne az utcára menni.
Igen, csak ez, bocsánat, azért az, az önbizalom azért összefügg azzal, hogyha a 11-12% érzi azt, nem hogy a kormány őt hogy minősíti, hanem az, hogy a társadalomban ő mennyire fontos. Tehát amíg föl lehet hergelni az embereket azzal, hogy mit akar ez a tanár nyáron neki ott a szabadság, tehát hogyha ilyen gyönge a társadalmi szolidaritás, mint hogy az Magyarországon a helyzet, akkor nem olyan nagy művészet ezt a megosztást megcsinálni. Tehát ez itt ez egy 10 milliós szereplő, vagy 9 valamennyi játszma. Ne hárítsunk mindent a szakszervezetekre. Igen. Az a helyzet, hogy ma Magyarországon nagyon világosan azt kellene látni, amiben nagy-nagy tévedések vannak. A szakszervezetek néhány fő, aki koordinál. A szakszervezeti tagság azok az emberek, akik ott dolgoznak a szociális szférában, a pedagógusok, ez a lakosság, tehát akik dolgoznak. Tehát, hogyha azt mondják, hogy fogjanak össze a szakszervezetek, elnézést kérek, akik dolgoznak, azoknak közös célban a lakosságnak kell ebben összefogni. Tehát, hogyha a szakszervezetek nagyon minimális létszámmal dolgoznak, hogyha egyszerre kimegyünk az utcára, akkor se leszünk szerintem 500-an sem, akik a szakszervezetnek a munkáját koordinálják az összesből. Most nem az MKK-szől beszélek, ott azért nagyon kevés ember főfoglalkozású. Én azt gondolom, hogy az érintettek összefogása. Tehát akkor mi 10 millióan megérjük. Hát a mi tudat, az a nagyon fontos. És egyébként erre nagyon erős törekvés szakszervezeti berkeken belül, emlékezzünk azért a rabszolgatörvényekre december-január. Volt megmozdulás, voltak akciók szervezve, és voltak apró föllángolások, mondjuk így, nem egy, mint az internet adónál, több is, de ellaposodott valahogy a lakossági igény, munkavállaló igény ellaposodott ezekben a témakörökben, holott ezek a rabszolgatörvények a mai napig hatályban vannak. Igen, mert valahogy az emberek nem érezték azt, hogy ennek a megmozdulásnak lesz következménye, lesz eredménye, lesz hatása. De önmagukban kell akkor bízni a lakosoknak. Nem bíznak önmagukban. Ezt meg kéne oldani. Például itt a szakszervezet, én is azt gondolom, hogy nem a szakszervezeti tagok azok, illetve a szakszervezeti vezetők azok, akiknek 100 000-es tömeget kéne önmagukban felmutatni, hanem azt a 100 000-es tömeget meg kéne szervezniük, és maguk mögött kellene tudniuk. Tudom, hogy ez nagyon nehéz feladat, de valahol megvan ez a bizalomvesztés a társadalomon belül. Nem csak a kormányban nem bízunk, sajnos nagyon sokan nem bíznak a szakszervezetekben sem. Lehet, de nem is tanultuk meg. A pártokban sem. Tehát de már senkiben nem bízunk, csak abban, hogy valahogy majd lesz holnap, és hogyha itt nem lesz holnap, akkor ki tudunk menni még Brexit előtt Angliába, mert akkor majd ott lesz valahogy. Tehát ez a generális pessimizmus és senkiben nem bízás, ez sajnos egy súlyos probléma, társadalmi betegség. Több országban, ahová szeretünk egyébként kimenni, mondjuk Nyugat-Európában, ott már az óvodások, de inkább kisiskolások szintén tanulják a csoportban való együttműködést, a kooperációt. Itt az elmúlt 30 évben sem tanítanak, csak pedagógusoktól függően, tehát egyéni ambíciókkal igen, de igazából nem látom az ambicionálást, azt az oktatást, hogy te úgy vagy erős, hogyha azokkal az érdeklődési körökkel összefogsz, és akkor megcsinálsz egy valamit, mert akkor közösen többek vagytok. Akkor ez a történelmi fejlődésünkből is következik. Ez az oktatásban nem lévő hiány, tehát az oktatásban, ami hiányzik, az gyakorlatilag az megjelenik a mindennapokban és az érdekérvényesítő képességünkben is. Ez egy nagyon tudatos dolog. Egyébként azt gondolom. Itt a PISA-tesztekben az egyik leggyöngébb pont éppen a csapatmunkában nyilvánul meg, tehát azokban a készségekben a leggyöngébbek a magyar diákok. Akkor ez mérhető is. Mérhető is. De hogy ennek van célja, hogy az oktatásból ez miért marad ki, erre megint lenne egy összeesküvés elméletünk. Meg kell kérdezni azokat, akik szervezik a tantermet. Meg hát azok a tanárok is abból a társadalomban jönnek, ahol maguknak sincsenek meg ezek a készségeik. Már ez ott elkezdődik, tehát már a tanár képzésben, meg az ő társadalmi tapasztalataikban sem jelent meg ez, akkor ő hogy tudjon olyasmire fejleszteni, amivel ő se rendelkezik.
Ez egy lefelé spirál. Igen. Ez egyértelműen egy lefelé spirál, amit a jelenlegi kormány boldogan kihasznál, és ráerősít azzal, hogy mindenféle hazafias nevelés lózungokkal, meg mindennapos testneveléssel, meg minden egyébbel viszi el az időt és energiát attól, hogy a gyerekeket kooperációra, együttműködésre, önszerveződésre lehessen nevelni az iskolában. És magas önbizalomra. Ugye, tehát innen indultunk, ez, hogy ez nagyon-nagyon fontos tehát, hozzá. És egy oktatási reform az nem lehet egy 4 éves parlamenti ciklusnak igen, a tárgya. Hát ez valóban. Az egy pártok fölötti igen. és parlamenti ciklusokon túlmutató konszenzus kellene, hogy legyen. Mint ahogy az volt a finneknél, az volt Dél-Koreában, az volt Írországban, és vagy még Lengyelországban. Vagy Lengyelországban. Hogy akkor ez egy jó végszó, ebben most már mindannyian egyetértünk, és akkor jöjjön szünet nélkül a mai harmadik menet. Bulgakov darabja Molière-ről a Szegedi Nemzeti Színház színpadán és Alföldi Róbert a rendezői székben. Örök kérdés, örök téma, meddig ér a művész szabadsága és meddig mehet el önfeladás nélkül a hatalom szolgálatában. Alföldi szerint nem attól politikus ez a darab, hogy bárkit is föl lehetne benne ismerni, hanem attól, ahogyan beszél a művészet és a hatalom viszonyáról. A színész rendező a Szeged TV-ben azt mondta, a hatalomnak kis engedményeket sem szabad tenni, aki ezt teszi, behódol. Az ideológia nem való a színházba, oda történetek kellenek. A mai magyar kormánypolitika elég rövid gyeplőn tartja nem csak a színházat, hanem a teljes művészeti életet. A színházi TAO egyeztetés nélküli megszüntetését sokan fegyelmező eszközként látják. Vajon tényleg a demokrácia fokmérője a hatalom és a művészet viszonya? Ugyanazt a témát kerülgetnénk, de most egy harmadik szempontból, a művészet irányából. Tényleg a művészethez való viszonya fokmérője egy társadalomnak? Vagy szűkítsük a hatalomnak? Mindenképpen a demokráciának ez is egy olyan szabad része kellene, hogy legyen, ahol a művészek az ő szakmájukat kiteljesíteni tudják, és persze mindig kellenek mecénások, de nem biztos, hogy azt az erős akaratot rá kell nyomni a művészetre. Mert akkor a demokrácia hiányáról kell kezdenünk el beszélni, és nem a demokráciáról. Talán emlékezzünk vissza Sztálin elvtárs, Rákosi elvtárs által dirigált művészetre, hogy az milyen volt, vagy bármilyen... Közelebb is a tiltő támogat, az még nem is volt olyan nagyon rég. Az közelebb volt, és az sokkal lazább volt, mint a mostani. Tehát most azért ezekkel a TAO pénzek megvonásával vagy nagyon lehet, durván beleszólnak. Lehet, hogy már szebbek az emlékeink, mert az a fiatalkorunkra vezet vissza, nem? Lehet, hogy azért? Teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy mennyire voltunk fiatalok. Én szerintem emlékezzünk vissza egy kicsit Andy Vajnára. Egy hihetetlen nagy zsiványnak gondolom, de egy profi volt, egy szakember, aki amikor a filmekre pénzt kellett adni, akkor nagyon jó érzékkel, szakmai hozzáértéssel adott pénzt olyan filmekre, amik egyébként a maguk módján kifejezetten szembe mentek a hivatalos orbáni politikával, és aztán utána nagy sikereket, nemzetközi sikereket értek el. Mert felül tudott emelkedni. Mert túltette magát azon a kis stílű, kicsinyes, sértődős, direkt beleszólásos stíluson, amit mostanában egyre inkább tapasztalunk a művészet területén. Önök egyébként a maguk helyén érzékelnek nyomásgyakorlást a szakmájukban, a munkahelyükön. Hát szakszervezeteknél nyomásgyakorlásra hát csak arról beszélhetünk. Erről beszéltünk. Igen, beszéltünk az előbb. Elég komolyan. Valóban. Ez abban nyilvánul meg, hogy éppen nem mernek részt venni a kollégák az olyan demonstrációkon. Igen, a részéről, kollégák részéről, közszolgálatban dolgozók részéről természetesen megjelenik a félelem kérdés, a tárgyalásoknál pedig megjelenik azt, hogy igazából nem tekinti partnernek mondjuk egy olyan szervezet formátumban, ami jogszabály által létrehozott intézmény, mondjuk egy országos érdekegyeztetési fórum, és ott soha semmilyen olyan tényszerű dolog nem történik, vagy olyanok jelennek meg helyettes államtitkári szinten, akik nem döntésképesek. Tehát felszínen létezik, de nincs mély érdekegyeztetés, hanem erőből való diktálás. Helyi szinten, az itteni munkahelyeken
azok a köztisztviselők, a közalkalmazottak, akik a... Nincsen helyi szint. Tehát egy hatalmas centralizáció volt, kormány hivatalok létrehozása, és egy központi irányítás nincsen. De még hogyha a helyi szintekre megyek, és a polgármesteri hivatalokat tekintem, végső soron az ő kezük is meg van kötve, hisz központi költségvetésből kellene finanszírozni az ő bérüket is, nem attól függően, hogy az adott település a 3200-ból Magyarországon adóerőjét tekintve el tudja-e tartani a hivatalát, vagy nem tudja eltartani a hivatalát. Tanárnő, mit tapasztalat? Az egyetem azt gondolom, hogy más, tehát mi azért kevésbé vagyunk személy szerint olyan kiszolgáltatott viszonyban, mint egy közhivatalban, tehát az azért más világ. Tehát én a kutatásaimban nem tapasztaltam ilyet, ugyanakkor azt is látom, hogyha már egy kicsit magasabb szintre megyünk az egyetemen belül, akkor pont ez a kapunk nem pénzt, nem kapunk pénzt, lesz beruházás, tehát egy ilyen önkontroll azért megjelenik, ami régebben nem volt. És akkor az SBK, ami egy akadémiai kutatóhely, az milyen? Milyen ott a hangulat? Hogy helyesbítsek. Akadémiai kutatóhely volt. Volt, igen. Köszönöm. Szeptember 1 óta a Palkovics féle innovációs és technológiai minisztérium alá tartozunk, illetve hát annak az ELKH nevezetű. Jaj, ezt mire megtanuljuk. És milyen a hangulat? Kimondhatatlan. A hangulat az kivárás. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Azok a félelmeink, hogy szeptember 1-től átfordul a világ, és mindennek kőbaltával csapnak a közepébe, ez nem következett be. Úgymond szokásos ügymenet, minden megy tovább, mint eddig volt, legalábbis az év végéig. Addig biztosan, hogy aztán utána mi lesz, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy gyakorlatilag az akadémiának a kutatóhálózatot irányító főosztályának az embereit vették át, tehát ugyanazok az emberek kerültek át, egyelőre ugyanúgy csinálják többé-kevésbé tovább, akár mint eddig. Lehet jó is. Nem tudjuk. Lehet jó, de semmire nincs garancia. Tehát a bizonytalanság a legfontosabb. A bizonytalanság, igen. Nem inkább az, hogy a tudomány területére is gyakran most már átkacsint úgy a politika is úgy szeretne befolyásolni, mint mondjuk a művészetek terén? Lehet, hogy ez lesz belőle, nem tudjuk, mi fog kisülni. Többnyire, mint természettudományos kutatóintézet, azt gondoljuk, hogy ehhez úgymond nem sok lövése van sem a kormánynak, sem a kormány, hogy mondjam, kampánystábjának és kommunikációs csapatának. Amíg nem zavarunk túl sok vizet, addig majd hagynak minket békén. De ezt nem lehet elmondani azokról a kutatóintézetekről, kutatóközpontokról, amik mondjuk társadalomtudományi kutatásokkal foglalkoznak, közgazdaságival, politológiával és egyebekkel. Ők valószínű, hogy nagyon hamar a keresztűzbe kerülnek majd. És akkor itt kell a mai beszélgetést felfüggesztenünk. Én megköszönöm a mai részvételüket. Önök a Szabad Szájat, a Szeged Televízió véleményműsorát látták. Jövő pénteken újra jövünk, három vendéggel és három új témával. Viszontlátásra!